No a sziasztok, üdvözlőtétek ebben a mai videóban, ez a szüli napi vlog lesz végre. Vagyis, hogy igazából nem tudom, hogy örüljek-e vagy sírjak. Már ebédeltem. Mama a giroszt csinált, úgyhogy az volt az ebéd. No. Az következik most, hogy kinyitom a kalendárt. Aztán egyébként, mert máma kell hajat is mosnom, meg ugye át is fogok öltözni, hát természetesen nem így leszek. És ja, ennyi. Oh, ez egy ilyen kis mackó. Ez egy ilyen kis mackó, és ilyen kis játékok vannak ott előtt egy ilyen kis zsákba, vagy valami ilyesmi, de nem akar ráfókuszálni. Ó, de nagyon cuki. Ez egy ilyen kis csoki Mikulás. Ez egyébként, ez most így örülök neki, mert általában nem szokott ilyen lenni benne. Egyszer volt benne egy ilyen kis pingvin, ami ugyanilyen volt. Azon kívül pedig csak azok a kis kindercsokik, meg csokobonsz volt benne, úgyhogy ez most tudja, hogy a szülinapom miatt volt így. És akkor jött a harmadik kalendárnak a kinyitás. Kíváncsi vagyok, hogy ebbe is mi lesz. Amúgy, bocsika, de jött itt a nyakamon. Telibe középet egy pattanás, persze pont ma, pont most. És eléggé hülyén néz ki, de majd eltüntetem. 21-es, itt van. Ó, de kis cuki, ez egy ilyen... Oh. Hát nem tudom, hogy milyen kvarcos, de ez egy ilyen arcroller. És milyen kis mini kiszerelés, ez nagyon cuki, ennek nagyon örülök most. Elkészítettük a szendvicseket, és most már csak magamat kell elkészítenem, úgyhogy most gyorsan ezt fogom megtenni. Amit még régen kaptam, a Pandora karkötő, a hajam az csak egyszerűen ilyen, és egy kis karácsonyi zokni. Itt vannak egyébként a lufiaim. Van ugye a számos, egy ilyen kis szívecske, meg egy happy birthday-es. Ennyi. Az a helyzet, hogy már elmentek a vendégek, és... Hát én még meg akarom nektek mutatni, miket kaptam idén születésnapomra, illetve akarok még képet csinálni fent a lufiaimmal, úgyhogy most még ez lesz. Ide van mindenki pakolva ebbe a sárga fényes helyiségbe, úgyhogy most itt mutatom meg nektek, mert nincs kedvem őket újra áthurcibálni. Ja, minden ott van szerintem, habár még ez nem. Ezt még oda visszük. Kicsit kupi van körülöttem, de kit nyom. Az sötét fürdőszoba, az nyomasztó mondjuk, úgyhogy becsapom. Nos, akkor kezdjünk is neki. Az első dolog így kapásból már rajtam van, az pedig egy ilyen szívecskés, pandórás nyaklánc. Ezt anyáiktól kaptam, szerintem nagyon-nagyon szép, és nekem nagyon-nagyon tetszik, ugyanis mostanában kattantam rá a nyakláncokra. Furt nyakláncokat viselek. Most is volt egyébként egy a nyakamban. Úgyhogy most már tudom őket variálni. Még eszembe jutott, hogy valamit nem hoztam ide pillanat. Mindjárt jövök. Következő dolog. Az egy ilyen szintén pandórás fülbevaló. Mégpedig ilyen kis cuki végtelen jeles. Léci. Aztán a mamámtól kaptam azt a csizmámat, azt a barnát, de azt ugye hamarabb odaadták nekem, mikor leesett az első hó. Most pedig kaptam tőle egy ilyen kis cuki virágot, van benne egy ilyen orchidea, egy mikulás, meg egy ilyen kis ág. Szerintem ez nagyon kis édes. Aztán Zsoltikától kaptam kettő telefontokot, kettő mobilfoxosat. Az egyik... az egy Squid Game-es tok,
így néz ki, rá van írva, hogy you have been eliminated. És ezek a tokok egyébként nagyon-nagyon jók, ezek nagyon jól védenek. És már a családban mindenkinek van, csak nekem nem volt eddig. Úgyhogy most már nekem is van. A másik tok, amit kaptam, az pedig most éppen rajta van a telefonomon. Úgyhogy most nem fogom azért leszenni, de mindjárt megmutatom a tükörben. Így néz ki, szerintem ez teljesen hozzám készítették ezt a tokot, rám lett szabba. Ez nagyon-nagyon zsófis ez a tok. Imádom a karácsonyt, és minden rajta van, amit szeretek benne, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Utána kaptam, hát szokás szerint csokikat, valakitől pénzt kaptam. Utána kaptam egy ilyen csokrot, amiben nem virágok vannak, hanem édességek. És hát ilyen különböző nasik, és ilyen nagyon szépen össze van kötve. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon... Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és főleg azért, mert ezt kézzel készített. Úgyhogy látszik, hogy mennyit lett vele dolgozva, és így szerintem ez sokkal ilyen személyesebb mondhatni, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Van benne bimbázott cukorka is, amit már nagyon régen ettem, és remélem, hogy van benne fehér, mert abból babatörlőkendő nagyon finom. Aztán a következő dolog. Szízszéről rendelt nekem az unokatestvérem dolgokat, amit én választottam ki, és ő pedig két felé osztotta, és a felét szülinapomra, a felét pedig karácsonyra adja oda nekem. Úgyhogy mutatnám, hogy mik ezek. Először is van egy ilyen zokni szett, ilyen különböző pillangós mintájú zoknik. Van mindegyikből fekete és fehér is, van olyan, aminek így a hátulján vannak pillangók, aztán van olyan, aminek így az oldalán repkednek, úgyhogy ez nagyon jó, és végre egy ilyen rendes hosszú zoknim is lesz, mert amúgy eléggé rövid zokniaim vannak, úgyhogy ja, nagyon örülök. Aztán egy szintén lepkés nyaklánc, ez ilyen arany nyaklánc, és azon lepődtem meg amúgy, hogy ilyen tökre vastag lánca van. Én azt hittem, hogy nem lesz valami jó minőségű, nem lesznek valami jó minőségűek a sínes cuccok. Tehát ez valami fantasztikus, tényleg. Szerintem egyik legjobb minőségű nyakláncom ahhoz képest, hogy tényleg tökre olcsó volt. Aztán van itt egy pulcsi, ennek nagyon örültem. Ez egy ilyen barna Los Angeles-es pulcsi, és itt felül van egy ilyen Ming anyagú galéria. Ez nekem nagyon tetszik, mert mostanában rá vagyok kattanva a barna színre, úgyhogy ez nagyon tetszik. Hát szóval akarom még elmondani valamire, hogy nagyon tetszik. Jó, párszor elmondtam. Utána szintén sínről még itt van egy ruha. Ez ilyen peskő színű. Kicsit nagynak tűnik, pedig SS-et rendeltem, de aztán lehet, hogy jó lesz rám, nem tudom, majd meg akarom próbálni. Ez ilyen szaténes anyagú, és tudjátok, ez ami ilyen, itt így ilyen budgyos. Szerintem mindenki látott már ilyet, majd ha fölpróbálom, jobban fog látszani talán. De nekem ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik, mert ilyen már nagyon régóta akartam, és ennek se gondoltam, hogy ilyen jó anyaga lesz, de nagyon minőségi anyaga van, és abszolút nem átlátszó, legalábbis ahogy így most nézem. Nem, ezt te meglátom, mi ez felvéve, de nagyon örülök ennek, hogy ez ilyen jó lett. Utána itt van az utolsó dolog, ez pedig egy ilyen kis Julia Popos rúzskészlet, amik úgy néznek ki, mintha ilyen kis pirulák lennének, és hát én ezeket nem láttam így TikTokon, de az unokatestvérem, aki ezt nekem rendelte, azt mondta, hogy ő TikTokon látta, hogy ezt mennyien kipróbálták, és hogy azért rendelt. Nem tudom, mondom, én még TikTokon nem láttam, de amúgy nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen kis cuki csomagolásuk van. Amúgy nem ilyen extrém színűek, szóval, hogy mindegyik ilyen pirosas, narancssárgás árnyalatú. Most egyet kiveszek random, és akkor megmutatom. Ez például egy ilyen zöld végű. És akkor így kinyitom, és így van benne a kis rúzs. Megszorcsolom. Ilyen kis piros színe van. Amúgy ezek szerintem nagyon-nagyon cukik, és eléggé tartósak is, ugyanis így
próbáltam lemosni, és hát elég nehezen jött le, így először a vízzel abszolút nem is akart lejönni. Azért így átmegy az ujjamra, szóval, hogy nem ilyen ma. Na hát itt nem tudom, hogy mi történt a videóval, de hogy valamiért megakadt, megállt, eltűnt a vége. És azt hiszem, hogy már csak egy ajándékot nem mutattam meg, ami még nincsen benne, az pedig kaptam egy ilyen rózsás boxot apától, egy ilyen Million Roses vörös rózsa boxot. Amúgy nagyon jó illata van, és nagyon-nagyon szép, úgyhogy ezt kiraktam már azóta a szobámba. És ez élő rózsa kiszárítva, úgyhogy azért van olyan finom illata, és nem is kell öntözni meg semmi, hanem csak itt simán el van 3 évig kb. Megvannak a képek, csináltam TikTokot is, itt vannak a lufik fölöttem, és ez a ruha, imádom ezt a ruhát konkrétan. Olyan, mintha rámentötték volna, ebből tuti fogok még más színben is rendelni. Tehát, hogy így tökéletes ruhám egyszerűen, úgyhogy nagyon-nagyon imádom, nagyon tetszik, és borzasztó kényelmes, és abszolút nem látszik el, pedig fekete melltartó van rajtam alatta, mivel előtte fekete ruhában voltam, és hát az alatt mindegy volt, és most még nem volt kedvem átvetni, de szerintem így is teljesen jó. Imádom ezt a ruhát. Tudja, hogy még millió-millió-milliószor fel fogom menni. Nem érdekel, nem tudom, hogy hova, de akkor is fel fogom menni. Tudja, valahol biztosan. Most nagyon előnyös póz. Ennyi. Most pedig már megyek fürdeni. Na hát, tegnap abban a nagy szülinapi lázban elfelejtettem ismét kiköszönni a vlogból, úgyhogy ezt most tenném meg. Köszönöm, hogy végignéztétek, remélem, hogy tetszett, és találkozunk holnap a Vlogmas következő részében. Addig is, sziasztok!